szeretik abban, hogy a kórházi fertőzések lehetőségét minimalizáljuk, elkerülhetetlen, megkerülhetetlen. Már is szólítom következő előadókat, dr. Bodnár Attilát, a Bajcsi Csilinszki Kórház főigazgatóját, aki arról fog beszélni, hogy vajon mit tehet egy kórházigazgató a kórházi fertőzések megelőzésére. Tisztelt vendégeink! Először is nagyon szépen köszönöm, és megtiszteltetés számomra a mai napi meghívás, és hogy professzor úr után szólhatok, akit szintén hadd köszöntsek itt Magyarországon, és itt a Semmelweis Múzeumban, és örülök neki, hogy már hazajár egy picit ide. És utána itt Jézusoknak neveztük az előbb Semmelweis után a kórházigazgatókat, remélem, hogy ezt megbizonyíthatom, hogy ez azért nem egészen így van. És ugye az első diára, bocsánat, már rá is segítettek menve, azért hadd mondjam el, hogy az utóbbi időszakban ugye Magyarországon egy picit elterjedt egy olyan, én azt gondolom, picit téves szemlélet, hogy a kórházi fertőzések száma növekedett volna, és így az első pillanatban azt gondolom, hogy ezt mindjárt így az elején meg kell cáfolni. Magyarországon a kórházi fertőzések száma egyáltalában nem több, mint az Európai Unió más országaiban. És bocsánat, hogy még ilyen adatoknak is picit utána néztem, hogy ráadásul a mi kórházunkban még az átlagnál is jobb. És nyilván ez köszönhető annak is, annak a projektnek, amelyet egy rövid részletet itt most egy pár percben el fog önöknek mondani, aminek ugye a címe, hogy elhangzott, hogy itt egy kórház főigazgató kórházi fertőzések ellen. Ugye alapvetően kötelezettsége és komoly feladata az, hogy erre odafigyeljen minden kórház vezetőnek. A Bajcsi Zsilinszki kórházról nem szeretnék sokat mondani, Dél-Pestnek a legösszetettebb egészségügyi intézménye. Több mint 200 ágyjal, április elsője óta 4 önálló szakrendelővel, és gyakorlatilag a traumatológián kívül valamennyi egészségügyi szakmát lefed, és többségében ezeket a szakmákat úgynevezett hármas progresszivitási szinten. Ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szakma teljes spektrumát műveli minden szakterületen. Ugye gondolkodjunk el azon, hogy amikor az ember bárhol jön-megy egy környezetben, akkor mennyi mindenhez ért hozzá, ér hozzá. Látunk ezen az ábrán jó néhány olyan dolgot, amire nem nagyon szoktunk gondolni, a lift gombjától, a pénzkivevő autó ATM gombjától kezdve, a WC kilincstől, az ágyvégek, hogyha már menjünk egy picit, akkor kórházi környezetben. Számos olyan eldugott hely, ahol a kórházi fertőzések terjedhetnek. Nagyon-nagyon fontos az, ugye, a higiéniának, takarításnak és az ellenőrzésnek minden esetben ezekre a területekre ki kell terjednie, és nem szabad, hogy ezek elhanyagolásra kerüljenek, és tudni kell, és gondolni kell ezekre a feladatokra. Ugye röviden egy pár szót az egészségügyi szolgáltató feladatairól. Én nem annyira szeretem felolvasni a leírtakat, inkább kiemelni közülük néhány dolgot. Ugye azért itt muszáj, hogy az infekciókontroll képzés, és itt megint kicsit professzor úrra utalok vissza, képzés, továbbképzés, egészségügyi dolgozók számára az infekciókontroll adaptálása a kórház belső minőségügyi rendszerébe, illetőleg, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ugye az antibiotikum bizottság működtetése feladata egy kórház főigazgatójának, ami nem csak úgy feladata, hanem saját magának kell a jogszabályi környezet szerint, a magyar jogszabályi környezet szerint az elnöki feladatát is ellátni. Ezt ugye jogi, hogy az utolsó bekezdésben olvashatjuk, jogszabályok is előírják. Nagyon fontos egy ilyen antibiotikum bizottsági ülés egy kórház életében, hisz az egyes osztályokon terjedő különböző kórokozóknak a pontos meghatározása, behatárolása, az egyes rezisztenciák különböző osztályokon, mások különböző osztályokon más antibiotikumot kell alkalmazni bizonyos fertőzésekben.
De ugye ne a fertőzésekről beszéljünk elsősorban, azt gondolom, hanem a fertőzések megelőzéséről. És ugye erről szól az a program, amit a Balcsi Kórházban 2 éve vezettünk be, ez az úgynevezett M-Kompassz program. A program tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy szemüveg tanítása, és ugyanúgy, ahogy professzor úr előadása viszonylag, és 5 pontja viszonylag egy egyszerű és áttekinthető dologra alapul. Nagyon leegyszerűsíteném, akkor igazából a takarításnak és a fertőtlenítésnek, és most ugye itt nem csak a készfertőtlenítésről beszélünk, hanem a különböző felületek fertőtlenítéséről is, egy olyan ellenőrzésére, ami egy megfelelő visszacsatolást nyújt a kórház vezetése számára, és ez alapján meg tudja hozni azokat az intézkedéseket és beavatkozásokat, amivel a fertőzési kockázat csökkenthető. Nagyon fontos tudni azt, és itt visszatérek az első gondolataimra, hogy ugye egy kórházban általában akár egy rutin műtét során legyen immunrendszerű emberek vannak. Ebből adódóan egy olyan kórokozó, egy olyan mennyiség kórokozó, ami teljesen egészséges emberben nem okoz betegséget, nem okoz fertőzést, az egy legyengült immunrendszerű betegnél, aki átesett akár egy egyszerű műtéten, vagy valami olyan betegségen, most nem feltétlenül az adatos betegségek immunrendszert is legyengítő terápiájára gondolok, hanem egyszerű műtét és stressz hatása, sokkal fogékonyabb a fertőzésekre, ezért a kórházban gyakrabban fordul elő fertőzés, mint a hétköznapi életben, és ezért ott mind a készhigiénének, mint a takarításnak sokkal nagyobb jelentősége van, mint a mindennapokban. Ahogy mondtam, a dolog tulajdonképpen egyszerű, hisz a minőség, a takarítás minőségének nyomon követésére gyakorlatilag egy olyan kis ceruza szolgál, amivel bizonyos területeket, még pedig általában a legeldugottabb területeket bejelöljük, és gyakorlatilag ezt utána a takarítások után UV lámpával ellenőrizzük. Ez egy megfelelő visszajelzés arra, hogy milyen a takarítás minősége. És ugye ezt kezdtük el a Balcsi Kórházban. És ez a dia is igazából arról szól, illetve annyival egészítem még ki, hogy ugye nyilván az ember egy ilyen esetben, mint kórházvezető, hisz mindenhez érteni nem lehet egy személyben, csak muszáj, ahogy szoktam mondani, viszont megfelelően épít a megfelelő szakember gárdájára és a megfelelő segítségére, de az elhatározásnak és az elkötelezettségnek az intézmény vezetőjétől kell származzon. Hát ez történt nálunk is, amikor ezt a rendszert 2 évvel ezelőtt bevezettük. És hát ugye, hogy írom itt is, a beteg érdeke a legfőbb törvény és a legfőbb mozgatórugója egy kórház vezetésének, de a betegellátás pénzbe kerül, és azt is tudni kell, hogy egy kórházi fertőzés azon kívül, hogy ugye okoz egy emberi problémát, azon kívül gazdasági gondokat is okoz, és olyan más lehetőségektől veszi el a forrást, hisz egy kórházi fertőzés kezelése az sokkal többbe kerül és sokkal drágább, mint egy kórházi fertőzés megelőzése. Ezért is kell az emberi részén túl rendkívül nagy hangsúlyt helyezni a fertőzések megelőzésére. Gyakorlatilag ugye, ahogy itt írom, hogy szakmai célok és ugye a kínálat közötti hidat a módszertan gyakorlattal jelenti, ezzel hidaljuk át, de nagyon külső szolgáltató végzi a takarítást, ezt én így örököltem meg, amikor a kórházat 2012 végén átvettem, ez a folyamat ma is így működik, viszont ugye megfelelő ellenőrzési kritériumok kiépítése nagyon-nagyon fontos a kórház részéről, nem elég látni azt, hogy tiszta valami, hanem pontosan gyakorlatilag ellenőriznünk kell. És megint próbálok pontonként építeni professzor által elmondottakra. Ugye monitoring rendszer, ahogy elhangzott. Hát ugye, amit tapasztaltunk a projekt elején, azokat az elemzéseket, azokat ugye rögzítettük,
monitoring rendszerben, megfelelő informatikai háttérrel és megfelelő szoftverrel, amely erre a célra került kidolgozásra. És ennek a tapasztalatait megosztottuk természetesen a dolgozóinkkal, és megosztottuk azzal a takarító csapattal, aki nálunk az intézményben a takarítást végzi. Itt csak arra utalok, amit már elmondtam, az eszközök, tehát egy fluorescens jelölő gél, egy UV lámpa, egy iPod készülék az adatok rögzítésére, és ugye az egész folyamatot felügyelő rendszer, majd ugye a rögzített adatok feldolgozása, és erre pedig egy megfelelő jelentésrendszer elkészítése, ami a vezetés munkáját segíti az infekció kontrollban és a kórházi fertőzések megelőzésében. És akkor az eredmények első része, tehát ugye az is volt az eredeti terv, két év kell ahhoz, hogy tudjuk az első eredményeket értékelni, és most értünk ide, az első eredmények értékelése folyamatban van, amit már tudunk, azt idehoztam. Hát az elkeserítő szót azt lehet alkalmazni, de sose keseredünk el, hanem feladatot az kihívásnak tekintjük, hogy én szoktam mondani. Nyilván, hogy számos belső úgymond egészséges ellenállást is meg kell küzdeni az embernek, azzal, hogy ez az ellenőrzés folyik, ez plusz munkát okoz bizonyos értelemben, de azt gondolom, hogy bőven megéri a befektetés. Ugye itt a visszajelzések, az első körben úgy mondjuk a jelölések, hogy nem tudtak róla, csak egy nagyon szűk kör a kórházon belül, és ugye láttuk az eredményeket, tehát nem az volt a lényeg, hogy ezt titokban maradjon, hanem először mi akartunk látni egy orvos képet, és aztán a második részben pedig szépen ezeket nyilvánossá tettük ezeket az adatokat, takarító csapattal ezek folyamatosan megosztásra kerültek, különböző vezetői értekezleten megbeszélésre, szükséges intézkedések meghozatalra kerültek, és természetesen az ellenőrzés ezzel a technológiával tovább folytatódott. És láthatjuk az eredményt, a napi takarítottság tekintetében gyakorlatilag ugye ez az ellenőrzési pontokon mért javulási arány. Ugye a második év végére egy 20%-os javulást sikerült elérni. És ezáltal a 20%-os javulás által itt talán a két leggyakoribb kórházi fertőzés, a MRSA-t és a Clostridium difficile-t írjuk, ugye a jelentős mértékben azért nem használnám, mint szót, mert hogy jelentős mértékben korábban sem fordult elő. Minden esetre az a néhány eset is, ami előfordult, az is csökkent.